Egy római és egy indiai fesztiválon is a legjobb egészestés dokumentumfilmnek választották a Citromszigetet. Bácskai Gabriella a nagykanizsai hajléktalan szálló életéről és lakóiról készített alkotását. A mozit Gabriella párjával közösen forgatta tavaly nyáron. A diplomafilmet egy svéd és egy kanadai megmérettetésre is benevezték, így az esetleges kanizsai bemutatóra csak a versenyeket követően kerülhet sor. A Budapesten élő Bácskai Gabriella egy munkahelyi feladata miatt érkezett Nagykanizsára, és azonnal megfogta a Citromsziget világa. Az alkotó jelenleg a Pécsi Egyetem hallgatója, dokumentumfilmrendező művész szakon, és a Dózsa utcában tapasztaltak után elhatározta, itt forgatja le a vizsgafilmjét. 4 napot dolgoztak Kanizsán, és mint fogalmazott, beépültek a szálló lakóinak életébe, aminek eredményeként a helyiek sorsuk legfontosabb, sokszor legfájóbb mozdulatait is elmesélték a két személyes stábnak. Az alkotás sikere meglepte a készítőket, hogy az Gabriella híradónknak nyilatkozta, álmukban sem gondoltak volna ilyen fogadtatásra. Ezt a filmet teljes mértékben két ember készítette. Ugye én voltam a rendezője, a párommal együtt voltunk az operatőrök, ő volt a vágó, de gyakorlatilag egy éven keresztül dolgoztunk még a forgatás után rajta. Nulla, tehát tényleg teljesen 0 forintból. Úgyhogy igazából próba szerencse alapon próbáltuk így benevezni nemzetközi fesztiválokra, néhányra, és hát rögtön az elején egészen elképesztő módon és nagyon nagy örömünkre Rómában ilyen eredményt tudott elérni. Az augusztusi fesztivál részben gyakorlatilag a legjobb egészestés dokumentumfilmnek a díját tudta elhozni.